Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szennyvíz beruházás a Völgységben, az új telep 40 évre oldja meg a térség problémáját. Sok a feladat, kevés a kéményseprő, képzést indít a katasztrófavédelem. Tojáskúttal készülnek a húsvétra, német hagyományt elevenítettek fel Bonyhádon. Jótékonysági futás, közel 700-an mozogtak az autizmussal élőkért Szekszárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 2020 helyett a vártnál előbb még idén átadhatják az új szennyvíztelepet Bonyhádon, hangzott el a hivatalos projektnyitón. A leendő létesítmény a tervek szerint 40 évre oldja meg a szennyvíz kezelését a Völgység fővárosában és további 5 településen. Egy nemzet kultúráját jól mutatja, hogyan bánik a természeti környezetével és benne a szennyvízzel, mondta Csapó Sándor, a Mezőföldvíz Kft. Igazgatója a projektnyitón. Filóni Ferencibor Bonyhád polgármestere arról szólt, a beruházás már előre haladott állapotban van. Közel 1,8 milliárd forintot nyert Bonyhádváros önkormányzata azzal a céllal, hogy megújítsa a meglévő szennyvíztelepét, hogy erre nagyon nagy szükségünk volt. Bonyhád mellett további 5 települést érint az építkezés, elkészülte után közel 20 ezer ember szennyvízének kezelését végzi majd. A program alapvető célja, hogy a településeken keletkezett szennyvizet ártalmatlanná tegye, és védje ezzel a talajvizet és az ivóvízbázisokat. Új műtárgyakat építünk, és 1500 köbméter per nap kapacitásra bővítjük föl a szennyvíztisztító telepet. Ez új műtárgyakat jelent, új üzemi kezelőépületet, új gépek, új berendezések üzembe helyezését, beszerelését jelenti. Bonyhádon 900 méter, Nagymányokon 2,5 kilométer csatornát újítanak majd fel a program keretében. Építenek emellett 2 átemelőt is. A beruházás teljes költsége 9 milliárd forintot tesz ki, és a tervek szerint a 2020 nyári határidőhöz képest idén augusztus 1-ére befejeződhet az építkezés. 11 baleset történt Tolna megyében a hétvégén, ezek közül egy esetben sérült meg valaki. A 65-ös úton egy autós figyelmetlensége miatt hátulról nekiütközött a forgalmjogból álló, balra kanyarodni szándékozó kocsinak. A vétlen sofőr, egy 25 éves nő könnyebben sérült a balesetben. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság arra kéri a közlekedőket, hogy minden esetben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően és figyelmesen közlekedjenek. Ismét drágulnak az üzemanyagok, szerdától a MOL 3 forinttal emeli a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti árát. Ezzel a benzin átlagára 395 forintra, míg a dízelé 401 forintra nő. Az üzemanyagok ára legutóbb pénteken változott, akkor a benzin 6 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal lett drágább. Közel 8000 társasház kéményét már ellenőrizte a katasztrófavédelem a 10000-ből Tolna megyében. A családi házakat is járják a kéményseprők, nagy is az igény a szolgáltatásra. A szakemberek úgy tapasztalják, nagyobb figyelmet fordítanak manapság az ingatlan tulajdonosok a kémények állapotára. A hatóságnak azonban ez többlet feladatot jelent, ezért még több kéményseprőt szeretnének kiképezni és foglalkoztatni. Az április 15-én induló képzésükön például vannak még üres helyek, várják a jelentkezést. A tavalyi évben, meg az idén fűtés szezonban is elég drasztikusan megnőttek a kémény események. Deli Gyula, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Tolna megyei ellátási csoportvezetője azt mondja, idén már több mint 30 esetben riasztották a tűzoltókat azért, mert égett a korom a kéményben, vagy pedig azért, mert megszólalt a szénmonoxid érzékelő a házban. Viszont egyetlen tragikus szénmonoxid mérgezés sem történt, ez pedig véleménye szerint azt jelzi, hogy az emberek egyre tudatosabbak. Ez többek között abban mutatkozik meg, hogy a lakók szénmonoxid érzékelőket is felszerelnek, és egyre több családi házban élő kéri a hatóságtól, hogy nézzék át a kéményét. A katasztrófa védelem ennek eleget is tesz. Idén már közel 8000 társasház kéményét ellenőrizték a 10000-ből, és több ezer családi házat jártak végig a katasztrófa védelem munkatársai. Jelenleg 19 kéményseprő látja el ezt a feladatot 109 Tolna megyei településen. Ezt szeretnénk bővíteni a jövőben.
összességében 5 emberre azért szükségünk lenne még ahhoz, hogy zökkenőmentesen a megnövekedett igényemek felelően tudjuk végezni az idejében is a szolgáltatást. A katasztrófavédelem április 15-én tanfolyamot indít, amire várják kéményseprők jelentkezését, elsősorban Dunaföldvárról, Dunaszentgyörgyről, Paksról és Tolnáról. Kéményseprő lehet az, akinek van valamilyen építőipari végzettsége, rendelkezik jogosítvánnyal és van saját autója. Ellenőrzi a tojás, hús és édesség kiskereskedőket az adóhatóság Tolna megyében április 8-a és 18-a között. A revizorok közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgép használatához kapcsolódó egyéb kötelezettségek teljesítését, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések során forgalomszámlálások végzésére is sor kerülhet, az ellenőrzések várható helyszíneit az adóhatóság honlapján lehet megtekinteni. Újdonsággal készült az idei húsvétre a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, felállították az ország 8. tojáskútját a rendezvénytéren. A településen élők ezzel a Németországból eredő hagyománnyal kívánják köszönteni a tavaszt és kifejezni a víz iránti tiszteletüket. Ilyen még tényleg nem volt Bonyhádon, és Magyarországon is most kezd elterjedni eme kultikus látványosság. Német mintára egy tojáskút fogadja a helybelieket és az ide látogatókat a város szívében, a rendezvénytéren. A gyökerei Németországból indultak, frank területen, mégpedig a Bajorország északi részén készítettek először ilyen díszített kutat, mégpedig azért, mert tavasszal kitisztították a kutakat, valamint a forrásokat, és ezzel is megtisztelték a vizet, a víz szeretete és a tisztelete. Nem véletlen, hogy még húsvét előtt felállították a szimbolikus műtárgyat, ami utal a keresztények egyik legnagyobb ünnepének eljövetelére, és persze a tavasz köszöntésére. A tojásfa ötlete természetesen a Német Nemzetiségi Egyesülettől származik, az önkormányzat azonnal fölkarolta a civil szervezet elképzelését. Bonyhád egyébként magyarországi viszonylatban a 8. település, ahol tojáskúttal is köszöntik a tavaszt. A Krenzlein Német Nemzetiségi Egyesület a legkisebbek és az ifjúsági fúvózenekar erre az alkalomra készült közös produkcióját meglepetésnek szánta, majd a műsor legvégén a közönséget is bevonták, a gyerekek és felkészítő tanáraik a tavaszköszöntő táncos mulatságba. A Bonyhádi első tojáskút a német hagyományoknak megfelelően húsvét után még 2 hétig lesz látható a rendezvénytéren. Mindkét Tolna megyei élvonalbeli kosárlabda csapat vesztett a hétvégén a női, illetve férfi kosárlabda bajnokságban. A KSC Szekszárd a rájátszás negyeddöntőjében 3 ponttal 60-57-re kikapott a Győr otthonában, így a további jutásról a szerdai 3. Szekszárdon sorra kerülő mérkőzés dönt. Az atomerőmű SE férfi csapata a bajnokság alapszakaszának utolsó mérkőzésén hazai környezetben vesztett 8 ponttal a listavezető Körmend ellen, így a 8. helyen zárt a paksi csapat, ami azt jelenti, hogy az atomosok a középházban kezdik meg a rájátszást. A hétvégén tartotta a jótékonysági 3000-es labdarúgó tornáját Gerjen. A torna meghívásos alapon került megrendezésre, amelyen 8 csapat vett részt. Az első alkalommal szervezett sportesemény nagy sikerrel ért véget, hiszen több mint 650 000 forintot adtak át a szervezők Harangi Ferencnek, a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosának. Azt gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy a csapatok egymással fociznak, hanem egy jó ügy értelemben a csapatok egy nagy csapattá válnak, majdnem azt mondanám, hogy egy nagy családdá, egy közös cél érdekében. Romhányi Károly, Gerjen polgármestere és az elszármazottak a vidékért egyesület szervezésében került megrendezésre a gerjeni jótékonysági 3000-es labdarúgó torna. Nagyobbik fiammal, a Danival voltunk bent a gyerekosztályon, Szekszárdon, és akkor gondolt, ott fogad meg az ötlet, hogy hát jó lenne bármilyen módon segítenünk a gyerekosztálynak. A dolgozók tényleg nagyon lelkismeretesek voltak, és hogyha egy picit tudunk a körülményeken javítani vagy segíteni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Összesen 8 csapat futballozott a jó ügy érdekében.
a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Tolna megyei önkormányzat, a településvezetők, a vállalkozók, a Paksi Atomerőmű, a Paks 2 és a Rosszatom leányvállalata az ASEALT pályára. A résztvevők az első hívószóra jelezték támogatásukat, hiszen mindannyiuk számára fontos a gyermekek sorsa. Én úgy gondolom, hogy minden cégnek, aki valamilyen társadalmi felelősségvállalásban is gondolkodik, kötelessége, hogy az ilyen programokon részt vegyen. És hát nyilvánvaló, hogy ahogy a Paksi Atomerőmű itt az elmúlt 30 évben ezt maximálisan és szerintem nagyon jó teljesítette, mi is elindulunk ezen az úton, Paks 2. A gyermekeket légvár és kézműves foglalkozás várta. A nézőket pedig az Orosz Kulturális Központ gyermekcsapatának műsora és a Medinai Tambura zenekar koncertje szórakoztatta. A rendezvény zárásakor minden csapat megkapta oklevelét, és átadták a több mint 650 ezer forintos adományt. Harangi Ferenc, a szekszárdi gyermekosztály osztályvezető főorvosa az átadást követően elmondta, hálás az osztály a lehetőségnek, és a legjobb módon fogják felhasználni ezt az összeget. Babakocsival, kisgyermekkel, sétálva, kocogva, futva, kerékpárral, vagy akár virtuálisan otthonról is támogathatták az autizmussal élőket az 5. Esőmanók, Esőmenők jótékonysági futáson és kerékpározáson, amit a hétvégén tartottak Szekszárdon. A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet az autizmussal élőkre. Április 2-a az autizmus világnapja, amihez kapcsolódóan világszerte rendeznek jótékonysági figyelemfelhívó eseményeket. Szekszárdon mozgással támogatták a betegséggel élőket a Tolna megyei Autistákért Egyesület által szervezett 5. Esőmanók, Esőmenők jótékonysági futáson és kerékpározáson. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy felhívják a helyi lakosok figyelmét arra, hogy az autizmussal érintett emberek és családok itt élnek közöttünk, próbáljunk türelemmel és elfogadással közelíteni feléjük. A szervezőktől azt is megtudtuk, egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az idei évben már 5. alkalommal került megrendezésre. A legelső évben, ha jól emlékszek, ilyen 278 fő környékén jöttek el. A második évre már megduplázódott. Múlt évben több mint 650 nevezőnk volt. És az idei évben, ha jól tudom, az előbb szóltak a többiek, hogy kevés lesz a befutó érem, úgyhogy ismét 650 fő nevező felett vagyunk. Több távot, több formában tehettek meg a résztvevők. A legrövidebb 1 kilométeres családosan, babakocsival vagy gyerekekkel is teljesíthették, de a kicsik akár kis motorral is végigmehettek. A komolyabb sportolók, mozogni vágyók az 5 vagy a 11 kilométeres távok közül választhattak, utóbbit akár kerékpárral is lehetett teljesíteni. Szerintem nem muszáj futniuk, csak gyalogolni, gyorsan sétálni vagy kocogni is elég, de látni, hogy vannak akik bicikliznek. Ez nem muszáj futni. A hangsúly a mozgáson, a közösségi élményen és a jótékonyságon volt. Személyes érintettség, jó sportolási lehetőség és nemes cél. Ezek voltak a fő motivációk, de volt, aki például gumicukorért szedte a lábait. Volt egy fogadásom az edzővel, hogyha megelőzünk, akkor mindenkinek hozzá egy zsák gumicukrot, ha meg ő előz minket, akkor mi hozunk egyenként mindenkinek egyet. A futást évről évre kiegészítik kísérő rendezvények, idén fellépések, gyerekkoncertek, táncbemutatók, közös zenés bemelegítés, ingyenes játszóház és kitelepült véradás is színesítették a programot. Regionális híreink következnek. Templomok és oktatási intézmények újulnak meg egyházi és nemzetiségi beruházások Baranyában. Gépésszel szakmaismereti döntőt tartottak a Pécsi Iparkamarában. 100 hektáron lángolt a nádas, felbecsülhetetlen károkat okozott a tűz. Egyházi és nemzetiségi fejlesztések zajlanak a mohácsi választókerületben. A beruházásokat Soltész Miklós ismertette a sajtó képviselőivel Bolyban. Az államtitkár elmondta, templomok és nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények újulnak meg hamarosan a térségben. A felújításra váró épületek között szerepel a Mária Kémendi plébánia és a Bolyi Általános Iskola étkezője is.
Ezt a Mária Kéméndi templomot újítják fel hamarosan. A plébániát 60 millió forintos támogatásból teljes körűen restaurálják. A fejlesztést pénteken jelentette be Soltész Miklós Bolyban. Az egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, több beruházás is megvalósul a közeljövőben, melyek nagy része egyházi területet érint. De sok területen pedig az itt élő nemzetiségeket céloztam meg. Ráadásul nagyon sok olyan támogatás van, ami mind a kettő területet lefedi, hiszen hogyha egy templomot, egy búcsújáró helyet újítunk meg, restaurálunk közös akarattal és erővel, akkor az erősíti és meg is őrzi a nemzetiségeket itt ebben a térségben. A nemzetiségek fennmaradásához elengedhetetlen az oktatás, a kultúra területe, valamint az egyház és a nemzetiségi önkormányzat működése, tette hozzá Soltész Miklós. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Bói általános iskola étkezője is megújul. Az intézmény fenntartója a német önkormányzat, így a pályázati forrás érinti az épületet is. A felújítás azért is szükséges, mert a diákoknak hosszú és bonyolult útvonalat kell megtenniük az ebédlőig. Ezért pályáztunk arra, hogy itt megmaradó helyiségeink vannak, hogy itt átalakítanánk és egy tálalókonyhát hoznánk létre, és hozzá egy századagos étkezőt. Így gyakorlatilag a gyerekeknek nem kell mozogni, mi hozzuk le ide az ételt, itt ki tudjuk szolgálni, és ez az udvari épületnek az átalakítására pályáztunk közösen. A beruházás mintegy 77 millió forintból valósul meg, melyből 60 milliót pályázat útján nyert meg a Bói és a település német önkormányzata. A sajtótájékoztatón Hargitai János kiemelte, körzetében több mint 150 helyre érkezett pályázati forrás az elmúlt időszakban. A jövőben pedig tovább folytatódnak az óvoda és bölcsöde felújítások, valamint az egyházi és nemzetiségi fejlesztések. Immár 9. alkalommal tartották meg a gépésszel szakmaismereti versenyt a 7.-8. osztályos általános iskolásoknak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A három fordulós megmérettetés célja, hogy a továbbtanulás előtt álló diákok a gépipari szakmák felé forduljanak. A gépésszel szakmaismereti verseny döntőjét tartották a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában pénteken. Pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak tartják ezt a megmérettetést immár 9. alkalommal. Érdekelnek ezek a robotok, a Matró Kft-nél voltunk, és ott nagyon megtetszettek a robotok, eddig nem láttam ilyet, és szívesen dolgoznék ilyen szakon. Mondja ez a 7. fiú, miért is tetszik neki ez a verseny. Évről évre egyre színvonalasabb pályamunkákat adnak be a három fős csapatok a gyárlátogatások után, mondja a kamara alelnöke. A cégek is egyre komolyabban veszik a szakmaismereti vetélkedőt. Ezek a gyárlátogatások elképzelhető, hogy a jövő munkaerőt hozzák. És az ő felkészültségük, az ő előadásuk is, az ő gyár cégbemutatásuk is komolyabb. Ezáltal a gyerekek is sokkal intenzívebben tudnak részt venni, komolyodnak. Vannak visszatérő folyamatos iskoláink, akik jól szerepelnek. Látszik, hogy ott maga a tanári kar is, a vezetőség is komolyan veszi, és úgy áll, olyan emberek vannak a tanulók mellett, akik komolyan segítik. Ennek is köszönhető, hogy minden évben legalább 15-16 általános iskolás csapat jelentkezik a megyéből a gépésszel versenyre. A pénteki döntőbe 11 csapat jutott. Nekik előtte egy elméleti fordulót kellett teljesíteni, majd a gyárlátogatásról készíteniük egy pályamunkát, amiben bemutatták az adott üzemet, az ottani gépipari szakmákat. A legjobb csapatok pedig a döntőben mérhették össze tudásukat pénteken. Több mint 100 hektáron égett a Berek Fonyód határában. A tűzoltók munkáját nem csak a mocsaras terep, hanem a szél is nehezítette. Lakóházakat nem veszélyeztetett a tűz, azonban a természetvédelmi kár óriási. Még ma reggel is égett a Nádas Fonyód határában. A katasztrófa védelem munkatársai csütörtök délutántól folyamatosan próbálták megakadályozni a tűz tovább terjedését. Fonyód külterületén, a Turul utca, illetve az M7-es autópálya közötti területen, mint egy másfél kilométer hosszan lángoszlopban ég a nádas. Ekkor marcali, balatonboglári, siófok és keszthelyi egységeket riasztottak a helyszínre. A szakemberek éjjel sem pihentek, közel 50 tűzoltó, közöttük hivatásosok és önkéntesek is próbálták menteni a menthetőt. Több mint 100 hektáron égett a berek, a hatalmas lángokat Fonyódról is látni lehetett.
az ablakból is lehet látni, meg le is mentünk a berekbe megnézni, hogy mi van, hát nagyon-nagyon sajnáljuk. A helyiek azt mondják, bár nem egyedi a mostani tűz, megdöbbentek az eseten. Borzasztó egy állapot ez, hogy ez borzan, hogy a száj, hogy van. A tűz sem az M7-es autópályát, sem a lakóterületet nem veszélyeztette. A közel 10 000 hektáros berek a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része, amely egyben természetvédelmi terület. Az egész terület gyakorlatilag olyan élőhelyeket és növénytársulásokat tartalmazott, amelyek nem csak itthon védettek, hanem uniós védettségűek. Felbecsülni is lehetetlen, hogy mennyi állat veszett oda a tűzben. Tehát ami a legfeltűnőbb, az a nagy vadállomány, ezt az oltás során is lehetett látni a menekülő vaddisznókat, szarvasokat. Ők azért viszonylag biztonsággal el tudnak menekülni a tűz elől. Az apró állatok, elsősorban kétéltűek, hüllők, amik nagyon jellemzőek erre a területre, hát erről sajnos sok információt egyelőre nem tudunk, meg nem is fogunk valószínűleg tudni. A szakemberek bizakodóak, a terület akár 3 hónapon belül visszanyerheti eredeti állapotát, a tűz okát egyelőre vizsgálják. Eszéki és szabadkai turisztikai szakemberek tartottak tájékoztatót Pécsen. A két város közösen népszerűsíti építészeti örökségét, ami turisztikai vonzerőt jelent mindkét településnek. Programjukat uniós forrásból finanszírozzák. Ez egy Horvátország és Szerbia között megvalósuló határon átnyúló program, amelybe bekapcsolódott két testvérváros, Eszék és Szabadka. A lényege az, hogy szeretnénk népszerűsíteni a szecessziós kultúrát, ugyanis mindkét város rendkívül gazdag, szecessziós építészeti örökséggel rendelkezik. A program 1 millió eurós támogatást kapott. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Szennyvízberuházás a Völgységben, az új telep 40 évre oldja meg a térség problémáját. Sok a feladat, kevés a kéményseprő, képzést indít a katasztrófavédelem. Tojáskúttal készülnek a húsvétra, német hagyományt elevenítettek fel Bonyhádon. Jótékonysági futás, közel 700-an mozogtak az autizmussal élőkért Szekszárdon. Kedden enyhe, kissé füllett felhős idő várható, délelőtt sem kizárt záporok előfordulása, de igazából délután nő meg az eső valószínűsége, az ég is megdörrelhet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!